A daganatos betegségek közül a tüdőrák szedi a legtöbb áldozatot világszerte, férfiak és nők között egyaránt. A magas halálozási ráta összefüggésbe hozható a szűrés és a korai felismerés hiányával. Pedig a tüdőrák megelőzhető daganatféleség. De nagyon fontos, hogy azok se adják fel a reményt, akiknél már kialakult, hiszen léteznek olyan hatóanyagok, amelyek nagyon jól kiegészíthetik az orvosi terápiát. Tavaszán kezdődött a panaszom, amikor egyre rosszabbul éreztem magam, étvágyam nem volt, több fogytam, és akkor kértem, hogy küldjenek el CT-vizsgálatra, és annak folytán megállapították a CT-n, hogy daganat van a bal lebegyen, a tüdőn. Körülbelül a tüdőrákbetegeknek nyugaton 10-15%-a túlél, vagy 12-15%-a túlél, 5 éven túl, addig Magyarországon ez a szám 8-10% között helyezkedik el. De azt jelenti, hogy a sokkal rosszabbak a túlési esélye Magyarországon a tüdőrákbetegeknek, mint külföldön. Beutaltak a kórházba, és ott akkor majd elküldtek PET-CT-re. A PET-CT-n kimutatták a rossz indulatú daganatot, és 2007. októberében meg is műtöttek. A tüdőrák egy rendkívül kényes probléma. A tüdőrák ugye a legfontosabb előidéző tényezője a dohányzás. És akkor nagyon sok dohányzós azt gondolja, hogy hát akkor rendszeresen eljárok CT-sűrésre, ugyanis hogyha korán felismerik a tüdőrákot, akkor 70%-os valószínűséggel gyógyítható. Ez nagyon jó hangzik. De felmérték azt, hogy azok, akik rendszeresen eljárnak CT-szűrésre, azoknak a túlés esélye nem nagyobb. Háromszor több tüdőrákot ismernek fel rendszeres CT-szűréssel, és 10-szer több műtéti beavatkozást hajtanak végre, és mégis ezeknek az embereknek a csoportjában, a rendszeres CT-szűréseket végeznek, a tüdőrákban elhalálozók száma nem kisebb, hanem még kismértékben nagyobb is. Gyógygombákkal úgy találkoztam, hogy kivizsgálások előtt már én érdeklődtem alternatív gyógyszerek iránt, gyógymódok iránt, és így akadtunk rá a gyógygomba kivonatokra. Ez még 2007, illetve még május-júniusában történt, és én azóta ezt folyamatosan szedem. Nagyon meg vagyok vele elégedve, mert az étvágyam jobb volt, teherbírásom jobb lett, és így közégzetemben is javulás volt. A gyógygombák tüdőrák ellenes hatását japán klinikai tesztekben már régen megállapították, jelentős tumorméret csökkenést, illetve életminőség javulást értek el a bizonyos gyógygomba kivonatok alkalmazásával. Ezért javasoljuk mi is a rákbetegek, tüdőrákbetegeknek, hogy mindenképpen alkalmazzanak gyógygomba kivonatokat is. Azok az emberek tudják igazán értékelni a gyógygomba kivonatoknak a jelentőségét, akik tapasztalják, hogy milyen jelentősen nőtt az életminőségük. És megszűntek a fájdalmaik, megszűnt a depressziójuk, és javult az állóképességük, tudnak sétálni, ki tudnak lépni a házból, és el tudnak menni a kertbe, a kerti munkát végezni. Nagyon sok ilyen visszajelzést kaptunk, hogy miután elkezdték a gyógygomba kivonatokat szedni, utána felkelt a 80 éves rákbetegségben szenvedő úr, és felásta a kertet. Én azóta, ahogy szedem, én azóta jól érzem magam, teherbírásom jó, közérzetem nagyon jó, étvágyam nagyon jó, és én csak mindenkinek tudom ajánlani ezt a gyógygomba kivonatot, hogy szedjem. A gyógygombákat és az apigenint elsősorban rákos megbetegedések kezelésére javasolják, ám a gyógyító ereje nem csak ebben merül ki. Ezen hatóanyagok alkalmazásával a műtéteken átesett betegek a kezelések ellenére igen jó erőnlétnek és hangulatnak örvendenek, ami nagyban hozzájárul egészségük újbóli visszanyeréséhez.
Ez év január 8-án arra ébredtem, hogy két anyajegy elkezdett vérezni. Elmentem a sebészetre, január 20-án kellett visszamennem, ambulánsan megműtöttek, utána küldték el szövettanra, utána derült ki, hogy rossz indulatú daganat melanoma. Ezután viszonylag felgyorsultak az események, mert ez az orvos, aki őt megoperálta, mondta, hogy ő továbbiakban nem tudja vállalni a kezelését, adott egy beutalót a Kékgolyó utcai onkológiára, mivel hogy én már akkor szinte úgymond kezelés alatt álltam, így átbeszéltem édesanyámmal, hogy akkor egy helyre menjünk, elvittem az én onkológusomhoz, ő megvizsgálta, megállapította, hogy ugye, mivel hogy nem történt előtte előzetes bőrgyógyász kivizsgálás, ismét meg kell operálni. A kislányom is szedett egy gombakivonatot, amit én is elkezdtem szedni, és egy hét múlva éreztem, hogy jobban kezdek lenni, elmúlt a rossz indulatú daganat, sikerült a műtét. Akkor mondtam, hogy hát próbáljuk meg azt, amit én is szedek, ugye én már akkor túl voltam a kezeléseken, rendben volt a daganatom, próbáljuk meg nála is. Varga urat fölhívtam, megkérdeztem, hogy mi a véleménye róla, azt mondta, hogy természetesen nyugodtan lehet szedni. A Némek klinikai kísérlet alapján elsősorban pérákra javasoltuk betegeknek az apigenin hatóanyagnak a fogyasztását, pérák megelőzésére, és kb. 94%-os hatékonysággal megelőzte a bérák kialakulását bérákkal operált rákbetegeknél. Egy 3 éves német klinikai kísérletről van szó. Meglepő volt számunkra, hogy a tapasztalatunk alapján melanómára még erősebben hatott az apigenin, mint bérákra. Azt kell mondjam, hogy nem csodaszer, de csodaszer, mert az az édesanyám, aki addig csak reggelizett, lefeküdt, ebédelt, lefeküdt, feküdt, aludt, az egy olyan egy-másfél hét szedés után magához tért, azt kell mondjam, és akkor már nem volt nálunk, én ugye dolgoztam, csörög a telefonom, fölhív, tudod, hol vagyok? Mi Jézus Mária, hol vagy? Azt hittem, hogy valami baj van, rosszul lett. Sétálok Budán a hegyekbe, és kirándulok, és mondom, te jó Isten, mondom, mit csinál? Tehát másfél hét leforgása alatt, ugye az előző szert abba hagytuk, ezt elkezdte szedni napi 3-szor egy kapszulát, és egyszerűen teljesen megváltozott, teljesen rendben van, és azóta is, hála jó Istennek, szedi a kapszulát. Odaügyelünk azért a diétára, meg méregtelenítünk, meg lugosítjuk a szervezetet, meg minden egyéb dolgokat azért elkövetünk, hogy elő ne jöjjön még egyszer. Miután tapasztaltuk a betegek visszajelzési alapján, hogy az apigenin kitűnő a melanomára, megakadályozza az áttétképződést, illetve a már kialakult áttétek is kezdenek eltűnni, visszafejlődni. Ezek után mi is javasoltuk a betegeknek az apigeninek a szedését, ugyanis a melanomára ez bizonyult idáig a legjelentősebb hatóanyagnak azok között, amivel foglalkozunk. Tehát erre fel szeretném hívni a betegeknek a figyelmét, hogy az apigenin rendkívül erős melanomagátló hatással rendelkezik. Nem tudtam még közérbe se lemenni, de aztán napról napra jobban lettem. Utána éreztem az erőnlétet. A daganatos megbetegedések mellett egy refluxos gyomorfájdalom nem tűnik súlyosnak. Az állandó gyomorégéssel járó betegséget azonban nem szabad elhanyagolni, hiszen idővel komoly szövődményekhez vezethet. Ilyen problémával küszködött következő páciensünk is. Túlsúly volt az életemben az egyik legnagyobb problémám. Tulajdonképpen elég hamar rám felszaladtak a kilók, és hát azt hittem, hogy már nem tudok tőle megszabadulni. Nagyon sok mindent megpróbáltam, de hát egyszerűen nem akart megmozdulni. Amit tudatosítani kellene az emberekben, főleg a magyar emberekben, az, hogy a túlsúly az egy súlyos betegség.
valószínűleg tovább élne az az ember, aki egy atomrobbanás közvetlen közelében élne, és azt túlélné, mint az az ember, aki jelentős túlsúllyal szenved. Úgyis a túlsúly, jelentős túlsúly átlagosan 7 évvel rövidíti meg az emberi életet. Akkor, hogyha túlélünk egy atomrobbanást úgy, hogy a közvetlen közelében vagyunk, az csak 4-6 évvel rövidíti le az életünket. A mozgás nehezemre esett, a lábaim, pláne ha jött a meleg, annyira megdagadtak, mint egy cipó, hát nem tudtam egy papucsot, semmit se a lábamra húzni. Ödéma természetesen szív- és érrendszeri problémákból is keletkezhet, és a szív- és érrendszeri problémákra általában használják a gyógygomba kivonatokat. A túlsúly az egy nagyon súlyos betegség, és a gyógygombák képesek a szervezetnek az őssejtjeit aktiválni és minőségeket javítani. Valaki elkezd túlsúlyra a gyógygombákat szedni, nagyon gyakran az első, amit észrevesz, az, hogy jobb a közérzete. Nyilván ez a jobb közérzet arra vezethető vissza, hogy a szervezet regenerációs képessége javult vagy helyreállt. Tehát nem érzi magát rosszul, nem érzi úgy, hogy a szervezetét valami belülről tönkreteszi. Jobban van, jobb a hangulata, és már a hangulatjavulás is összefüggésbe hozható a szervezet regenerációs képességével, hiszen a hangulatjavulás oka is elsősorban az agyi őssejteknek az aktiválódása. A másik problémám, ami a gyomrommal kapcsolatos, ez sajnos elég régen jelen van az életemben. Először csak a gyomorégések jelentkeztek, akkor még igazán az okát nem tudtam konkrétan, aztán több kivizsgálás után kiderült, hogy refluxom van, ami hát sajnos nagyon kellemetlen tünetekkel jár. A reflux az rákkeltő. Ezt lehet, hogy kevesen tudják. A reflux az a gyomorsavnak a nyelőcsőbe való visszafolyása, aminek több oka lehet. Hogyha ez gyakran megtörténik, akkor felmarja természetesen a nyelőcsövet a sav, a gyomorsav. És mi történik olyankor? Átalakul a nyelőcsőnek a sejtállománya. Ez már abnormális dolognak számít, ez már egy rák előtti sérülésnek számít. Sajnos ezek a modern gyógyszerek nagyon nagy problémákat okozhatnak, ha az embernek hosszabb távon kell fogyasztani, már pedig ez olyan betegség, hogy nem múlik el, állandóan gondoskodni kell róla, és ekkor ugyancsak ajánlott egy gyógygomba készítményt, és én ezt azóta szedem, hát ezt most már több éve szedem, legalább 10 éve. Viszont ma már ott tartok, hogy a gyomorégést azt egyszerűen nem ismerem. Az teljesen eltűnt. Kiemelendő még az apigenin flavonoidnak az alkalmazása, hiszen Németországban kontrollált klinikai kísérletben kimutatták, hogy megakadályozza a bélrák és a bélpolipok kialakulását operált rákbetegeknél. Ez egy nagyon-nagyon fontos statisztikai adat, hiszen 93%-a az apigenin fogyasztóknak nem esett vissza a rák megbetegedésbe, és körülbelül fele, akik nem fogyasztották, visszaestek a rák megbetegedésbe. Én nagyon hálás vagyok a sorsnak, meg a Varga úrnak, hogy találkoztam ezekkel a szerekkel, mert nekem nagyon bevált a használatuk, és hát nagyon tudom ajánlani, ezt meg is teszem, ha valaki olyasmivel, olyan valakivel beszélek, akinek esetleg szüksége lehet bármelyikre. Sugárzó fájdalom a deréktájékán és a lágy részeken. Ha ilyesmit érzünk, könnyen lehet, hogy vesekövünk van. Az idő múlásával sokan átesnek ezen a betegségen, ám vannak, akiknek egész életét végig kísérte a fájdalom. Éves kortól kezdődött haj problémákkal, aztán később kiderült, hogy kalcium oxalát és rendellenességek erek, amik leszorították mindkét vesét, az egyik hol abszolút nem működött, a másik igen, és a
két műtét után mind a kettőt meg kellett operálni, jött egy tájog, és aztán a kövek. És a kövek kapcsán történtek a nagyobb bajok, mert hogy a közúzás történt, és roncsolódott a veseállománya, és 13 évenként jöttek elő a kövek, most már volt ez a harmadik vesekő műtét, a 13-szor 13 év után. Nagyon sokszor megfigyeltük, hogy azok, akik szedik a gyógygombát, azoknál nem tért vissza rendszeresen felfelbukkanó vesekő vagy vesehomok. Volt olyan időszak is, amikor görcsök voltak, és volt olyan kő műtét, amikor előtte egy évig se tudtuk, hogy kő van. Ez teljesen változó. Nálam is fél évente vagy negyed évente vesehomok képződés volt megfigyelhető, óriási görcsökkel és fájdalmakkal járt, és mióta szedem, majdnem 10 éve, azóta egyszer sem jött elő az a vesehomok képződés, ami az utolsó időben, akkoriban 3 havonta jött elő. A gombákkal egy ismerősöm ajánlta, miután folyamatos gyulladásos tünetekről beszéltem neki, és kérte, hogy hívjam fel a Varga Gábort, és megtettem. A népgyógyászatban évezredek óta használták a hernyógombát vesetisztításra, vesetüdés, májtisztításra. Tehát tudjuk, hogy ez így hat, de az kevésbé köztudott volt, a saját tapasztalatainkból tudjuk, illetve más betegeknek a visszajelzéséből is, hogy a gyógygombák képesek bizonyos típusú vesehomok és vesekő képződésnek a megakadályozására vagy csökkentésére. Olyan szinten segített, hogy nagyon drasztikus műtét előtt álltam, és le is állt a veset, de sokkal zökkenőmentesebben estem át ezen, miután szedtem a kórházban és a gombákat előtt és azóta is, mint gombák nélkül. Jelentősen képesek a szervezet, az emberi szervezet a regenerációs képességét elősegíteni. Ezt egyszerű dolgokban is megfigyelhetjük. Megfigyelhetjük, hogy elvágjuk a kezünket, akkor gyorsabban gyógyul a seb azoknál, akik gyógygombát szednek. Ezt visszajelzésekből tudjuk. Vagy hogyha valaki műtéteken esett át, vagy súlyos betegségekben szenved, akkor ezekből a betegségekből gyorsabban lábalnak ki. A gombák hatása a szervezet ellenálló képességen kívül a baktériumflórát erősítik, amitől az embernek jobb a hangulata, hiszen az étkezésben, az emésztésben, a táplálékok felszívódásában nagyon nagy szerepe van. És ez hangulatjavító is, hiszen ha az ember jókat eszik és fel tud szívódni, akkor azért ebből pozitív, ugye az emésztésből is jöhetnek a jobb gondolatok, tehát jobban is érzi magát, ez a közérzetileg is természetesen kihat. És ott nagyon jó vitaminok, amik még hozzátartoznak. A hangulatjavulás összefügg az agyi őssejtek mennyiségével és minőségével, hogyha az agyi őssejtek osztódását elősegítjük, és abból több érett sejt alakul ki a hippokampuszban, akkor az embereknek jobb a hangulata. Ez tudományos tény. Én azt gondolom, hogy nagyon sok köszönhet a gombáknak, a profi orvosoknak, akiknek nagyon hálás vagyok. Profi módon és nagyon odafigyeléssel tették, amit tettek, de a gombák is nagy részben hozzájárultak, mert a fizikai kőeltávolítás az egy dolog, de a szervezet regenerálódásához, ami már nem orvosi kész kell és segédeszközök műtét, hanem szervezet helyreállítás, immunrendszer erősítése, az viszont a gombáknak köszönhető. Tehát a kettő úgy gondolom, hogy összefüggésben van. Az elhízás és a túlsúly bizonyította napjaink egyik legjelentősebb egészségügyi problémája. Európában és Amerikában több mint 70 millió elhízott és 163 millió túlsúlyos ember él. A jelen mellett a jövő sem mutat szép képet, hiszen statisztikák szerint a fejlett országokban a túlsúlyos és elhízott emberek aránya 5 évente megduplázódik. A probléma ellen a diéta és a testmozgás a megoldás, de ezek mellett a megfelelő táplálékkiegészítők nagyban megkönnyítik a fogyókúrát. Huszonöt éves elmúltam, és észrevettem, hogy
elég gyorsan kúsznak rám fel a kilók. Mindenféle gyógyszereket kipróbáltam, gyógynövény, gyógyszer, ami ugye a szív-érrendszernek se tett jót, és sajnos abba kellett hagyni, mert mindig probléma lett belőle. A túlsúlyos betegek nem mindegyike tehet a túlsúlyról. Egyrészt genetika adottság is lehet, másrészt nemrég kimutatták, hogy bizonyos vírusok hatására is kialakulhat a túlsúly. Egyrészt úgy, hogy közvetlenül a zsigeri zsíroknak a szaporodását előidézheti a vírus, másrészt úgy, hogy az agyműködés befolyásolja úgy, hogy az étvágyat növeli. Elég sokat szenvedtem, izzadtam, ahogy a kilók rám jöttek, a lépcsőzés nehéz volt, és akkor találkoztam egy nagyon jó ismerősömmel, akinek nem hittem el, hogy van olyan gyógyszer, gyógygomba kivonat, hogy ilyen betegségbe, súlyproblémába segítséget nyújthat. Nagyon gyakran, nagyon sokan drámai mértékű fogyást tudnak elérni a gyógygomba kivonatokkal, mindenféle mellékhatások nélkül. Ilyenkor még a bőr sem lanyhad el, és nem jelentkeznek bőrredők, hanem simon rad a bőr. Ezt nagyon sokszor megemlítették az eredményes fogyókurán keresztül menő betegek, mert a túlsúly az egy súlyos betegség, hogy olyan úgy sikerült a fogyást elérniük, hogy nem szenvedett károsodást a bőrük. Észrevettem, hogy elég sokat fogyott, és rá beszélésére kipróbáltam a gyógygomba kivonatokat, és csodák csodájára elkezdtek kúszni le rólam a kilók. Folyamatosan, és azt vettem észre, amikor megyek a barátnőmhöz, a harmadik emeleten lakik, egyre könnyebben felmegyek hozzá, nem lihegek, és nem izzadok annyira. Olyankor, amikor tapasztalunk, hogy valaki drámai mértékű, nagy fogyást tapasztal egy-két hónap alatt, akkor az is feltételezhető, hogy a vírusoknak ezt a zsírszövet szaporító hatását is ilyen vagy olyan módon képesek, hogy gyógygomba kivonatok az immunrendszeren keresztül is visszaszorítani. Azt vettem észre, hogy egyre jobb, és 3 hónap alatt most már a 10. kilónál tartok mínuszba, ami nekem elég nagy eredmény ahhoz képest, hogy 98 kilóról indultam, és most vagyok 88 kiló. A mellékhatások nélküli fogyást itt ki szeretném emelni, hiszen a mellékhatások nélküli fogyás az olyan, hogy a szervezetnek az egyensúlyát állítja helyre, nem teszi tönkre az őssejteknek a regenerációs képességét, hanem erősíti a szervezetben. Ilyen mellékhatásokat okozhat, mint hogy beállítja a megfelelő vérnyomás, hogyha túl magas, a megfelelő koleszterin szintet, hogyha túl magas, és ilyen eszközök, azok nagyon korlátozott mértékben állnak rendelkezésre a természetben, és az egyik ilyen kiemelt eszköz a gyógygomba kivonatoknak a speciális keveréke, amit amiatt érdemes alkalmazni, mivel komplex regenerációs képességet nyújt a szervezetnek, és a mellékhatásait a fogyásnak az gyakorlatilag megszünteti. Az önbizalmam is nagyobb, elmerek járni uszodába, mindenhova. A partnerem is valahogy más szemmel néz rám, és az önbizalmam visszajött, mind mosolygósabb vagyok. Nem töröm mindig magam azon, hogy nézek ki, hogy áll rajtam a ruha, mert most már tudok úgy öltözködni, ahogy nekem tetszik.